Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. December 2-án a fogyatékkal élő emberek világnapjához kötődően teljes körűen akadálymentesített színházi előadással készülnek a világnapra Székesfehérváron. Erről fogunk beszélgetni stúdiónk vendégeivel, Dávid Katával, a Fejér megyei család esélyteremtési és önkéntesház irodavezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt van velünk Szokó Zsolt, a látássérültek regionális közhasznú egyesületének elnöke. Köszönöm, hogy itt van velünk. Valamint Mülek Róbert, a Siketek és Nagyothalok Országos Szövetségének, Fejér megyei szervezetének a megyei elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, Róbert. És hát aki Róbertnek segít az akadálymentesített kommunikációban, a Szelenszky Renáta, a SINOSZ hiányelvi tolmács szolgálat szakmai vezetője itt Fejér megyében. Nos, ugye mondhatjuk azt, hogy hagyomány már, hiszen 7. esztendeje emlékeznek meg itt ilyen összefogott módon a fogyatékkal élő emberek világnapjáról. Miért fontos ez az évforduló? Azért fontos ez az esemény évről évre, mert nagyon kevés az olyan alkalom, amikor teljes körűen sikerül akadálymentesíteni egy kulturális eseményt, a mi esetünkben egy színházi előadást. Tehát ez esetben egyszerre tudnak részt venni az előadáson látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, valamint értelmi fogyatékosok és autizmussal élők. Tehát ez adja az egyediségét ennek a programnak. Ez jelenti azt, hogy mondjuk mindenki részt tud benni, hogy teljes körűen akadálymentesített? Mert ugye azt olvastattuk, hogy ez egy példaértékű dolog Magyarországon is. Igen. Ilyen máshol nincs az országban. Miben különbözik a teljes körűen akadálymentesített előadás, mondjuk az akadálymentesített előadástól? Tartanak-e esetleg előtte bejárást, vagy hogyan képzelje el ezt az ember? A látássérültek számára van egy előzetes színpadbejárás, mielőtt kezdődne az előadás. Az autizmussal élők és az értelmi fogyatékosok részére pedig egy egyszerűsített szöveget készítünk, tehát ők azt is megkapják előzetesen. Zsolt, mennyire kuriózum ez a program, vagy milyen gyakran van lehetőség arra mondjuk látássérültként, vagy a sorstársaknak, hogy ilyen jellegű kulturális élményben legyen részük? Hagyományos ez a rendezvény is. Én azt gondolom, hogy ez egy együttműködés következtében jöhet létre. Az esélyteremtési iroda munkatársai mindig fontosnak érezték ezt a törekvést. A színház szintén teret és lehetőséget ad arra, hogy meglátogassuk az ilyen előadásokat. Én talán azt szeretném, és az egy jövőbeli vízióm, hogy ne csak egy évben egyszer, tehát a fogyatékossággal élő emberek világnapján történjen, hanem rendszeresen. És azt is nagyon tudnám értékelni, és van is ilyen irányban fejlődés és lehetőség, hogyha választhatnánk ezeket a darabokat, jelölhetnénk rá, tehetnénk javaslatokat arra, hogy mikor mit szeretnénk megtekinteni, illetve előadáson részt venni. Arra ugye emlékszem, hogy mondjuk például a képterben talán rendszeresen szerveztek régebben olyan programokat, amikor mondjuk tapintható tárlatra várták a látássérülteket. Ezek ilyen jó kezdeményezések voltak, hogyan látja? Én úgy érzem, hogy ez mind szolgálja a látássérült embereknek a kulturális élményszerzési lehetőségeit. Tehát ezek a rendezvények főképpen, amikor az érdekvédelem mögé áll, akkor elég komoly szerepet kap. Én annak örülök, hogy nagyon sok partner fontosnak tartja az, hogy egy látássérült embernek az életvitelét hogyan lehet segíteni. Túl a rehabilitáción, túl a szabadidős programok, illetve a kulturális események szervezésén, még olyan szakmai programokban is tudunk együttműködni az esélyteremtési irodával elsősorban, amelyek elsősorban a társadalmi érzékenyítést szolgálják, és ez nagyon nagy sikerű program sorozat, ami széleskörű társadalmi lefedettséget is jelent, tehát a diákoktól elkezdve mindenféle munkaköri kollektívák, illetve egyéb szakmai csoportok számára tartjuk ezt. Az érzékenyítésről még mindenképpen szeretnék majd kérdezni, de előbb egy kicsit Mülek Róbert tapasztalataira lennék kíváncsi, hogy ő hogy látja, hogy mennyire és milyen gyakran vannak ilyen jellegű lehetőségek, például egy akadálymentesített színházi előadást megtekinteni, vagy mi a tapasztalata, jó lenne szerint, és többször mondjuk, mint évente egyszer az ilyen jellegű program, és egyáltalában milyen lehetőségeik vannak a Siketeknek, vagy éppen Nagyothallóknak?
színházban nagyon nehezen megyünk, mert ha nincs tolmács, nem tudjunk csak szájolvasva követve a színházi előadást. Tolmács ott van, akkor megértjük az előadást. Nagyon érdekes, mert a színházban ugye nincs feliratozás, a moziban van, de a tolmácson akkor jobban megértjük az előadást. Tehát akkor mondjuk a feliratos film élménye az nem ugyanaz, mint hogyha például a moziban ott áll a vetítővászon mellett a tolmács? Például attól függ, például nemzetközi jelnyelvnél van angolul feliratozva van, és a magyar jelnyelven van a tolmács. Tehát ez egy bonyolult dolog. Volt nemrég a Világszövetség konferenciája, és ott volt hangzónyelvű tolmács, a magyar tolmács lefordított a jelnyelvre. És akkor volt még magyar írótolmács is ott a rendezvényem. Milyen jellegű programokra tud elmenni, kulturális programokra egy siket vagy nagyot halló sorsárs itt Magyarországon, vagy akár Székesfehérváron? Most sokat javult. Például a moziba minden hónapban van feliratos film. Most a legújabb Budapesten van. Van külön feliratos, például nagyon fontos, a magyar film. A magyar film soha nem volt magyarul feliratozva, helyett angolul volt feliratozva. Most van lehetőség, magyar filmet magyarul feliratozzák, és ez nagyon jó érzés. Milyen jellegű programok vannak, ahol mondjuk a közösség részt tud venni egységesen? Szoktak-e szervezni közös klubprogramokat, vagy akár kulturális eseményekre közösen szoktak ellátogatni? Például a színház. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Most jobb. Most komédia lesz, és a halászsötek szeretik a viccet, több benne a mozgás. Például, hogyha a polgármester úr valami program van, akkor ott is a tolmács ott van, és akkor tudjuk követni, vagy a királyi napokon. Szóval azért vannak lehetőségek, mondhatjuk azt. Van lehetőség, igen, a tolmács is, ugye itt van. Milyen tapasztalat egyébként, Kata? Most ugye elhangzott az, hogy mondjuk a látássérülteknek milyen igényeik vannak, vagy akár a hallássérülteknek milyen igényeik vannak. Ebben az irodában mit tudnak tenni azért, hogy az ő érdekeiket még jobban képviseljék, vagy akár ugye a Zsolt az előbb említette a társadalmi érzékenyítést. Hát ez is lehet egyfajta érzékenyítés, mint a mostani előadás, ami lesz, nem? Hát ez egy nagyon, nagyon fontos programelemünk éppen emiatt. Ráadásul, hát csúnyán kifejezve, ez egy nagyon látványos akció, ami komoly média figyelmet szokott kapni, tehát ez egy nagyon jó módja annak, hogy sok embert érjünk el vele. Ezen kívül pedig nagyon sok gyereket tudunk elérni az esélyóráinkon keresztül, amit Zsolt már említett korábban. Ott óvodástól egészen középiskolás korosztályig szoktunk menni esélyórákat tartani, és akkor ott is megjelennek ezek a témák. És ott a gyerekek egyrészt találkozhatnak érintettekkel, másrészt van lehetőségük kérdezni, beszélgetni ezekről a témákról, illetve ki is próbálhatják akár azokat az eszközöket, amik segítik az érintettek életét. Mi a tapasztalat, Zsolt, hogy mennyire nyitottak mondjuk ezeken az esélyórákon a gyerekek, illetve van-e már ennek valami foganatja, hiszen azért azt elmondhatjuk, hogy Fehérváron ennek a kezdeményezésnek van hagyománya. A fiatalok általában nyitottak, a fiatalok olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket, mi felnőttek. Én azt gondolom, hogy a gyermek mindig is befogadó. Meg kell találni azt a módot és módszert, hogy hogyan lehet őt bevonni egy ilyen új ismeretlen anyag átadásába. Általában játékos módszereket is alkalmazunk, és rengeteg eszközt mutatunk be. Fehérváron túl eljutunk rengeteg Fehér megyei oktatási intézménybe, és mint ahogy mondottam, szeretnénk mi eljutni ezekkel az érzékenyítő foglalkozásokkal döntéshozókhoz is. A Robert, mi a tapasztalatod az esélyórákról?
Most nem régen indult a Lengyel Zsófiát, az vezet szép program, a halálsörűs, tehát több fogyatékos csoport van benne, és nagyon érdekes. Tehát például a gyerekek is, hogy hogyan érdeklődnek a gyerekek a jelek iránt. És mondhatjuk azt, hogy akkor ők egy ilyen fogékony korosztály még, te is azt látod. Persze, fogékonyak. Azt ugye talán elmondhatjuk, hogy bár ezt mondjuk rendszeres nézőink is tudják, hogy viszonylag elég régóta foglalkozunk így az esélyegyenlőséggel itt a Fehérvár Televízióban, vagy személy szerint én is elég régóta foglalkozok ezzel a területtel. Hogyan látjátok ti itt, mint résztvevők, hogy mennyit mozdult előre az esélyegyenlőség ügye az elmúlt években, évtizedekben? Mi az, ami mondjuk pozitív irányú változás volt? Mi az, amiben még azért van mit tenni? Mi a személyes tapasztalat? Bárki kezdheti. Én inkább átadnám a szót itt az érintetteknek. Én azt gondolom, hogy számtalan mérhető jele van ennek Fehérváron is, de az ország bármely területén. Alapvetően azokat a törekvéseket kell értékelni, amelyek tényleg az esélyegyenlőség megteremtését szolgálják. És ha a hétköznapokat vizsgáljuk, de egy-egy tér, közterület átalakítása is jelentett ilyet, vagy egy-egy hangos lámpának a megjelenése, vagy az intelligens jelző gyalogátkelőhelyeknek a elterjedése is mérhetővé teszi ezeket a folyamatokat, vagy a rámpásítás egy mozgássérült számára nagyon is kézzelfogható eredmény. Ugyanakkor nagyon szeretnénk mi látássérültek elérni az, hogyha egyre több beszélő bankautomata működne a városban, vagy megjelennének a hangjelzéssel ellátott utastájékoztatók, nem csak a busz megállóban, hanem magán az eszközökön, a közlekedési eszközökön is. Robert? Például a közintézményekben legalább egy olyan valaki, aki legyen, aki tud jelelni alapszinten. És most sokat javult a médiában. A médiában a tolmácsolás. Régóta vártam. A vasútállomáson már van új jegyautomata, még nem működik, de folyamatban van. Itt nagyon örülök, hogy van lehetőség. A jegypénztáron nagyon nehéz volt kommunikálni a pénztárosokkal, így a automatából meg tudjuk venni a jegyeket. És az iroda mit lát, hogy van előre mozdulás? Hát az mindenképpen egy pozitívum, hogy a mi tevékenységünk is most már egy folyamatos tevékenység. Tehát ennek van igazából értelme, hogy nem kampányszerűen tudjuk csak csinálni az érzékenyítést, hanem ez már évek óta biztosított ez a lehetőség. Illetve az esélyteremtési iroda is, valamint a fenntartunk más fogyatékos gyermekekért alapítvány is része az úgynevezett esélykörnek, ami itt a Fejér megyei fogyatékosügyi szervezeteket tömöríti. Ez egy dinamikusan fejlődő szerveződés, és azt a célt szolgálná pont, hogy tudja segíteni az érdekérvényesítését a fogyatékos csoportoknak, akár a városi döntésekben. Hogyha már az érdekérvényesítésnél tartunk, azért még néhány, mit tudom én, emlékszem rá, hogy én 10x évvel ezelőtt beszéltük a Zsolttal, hogy nagyon jók ezek a rámpák, csak jó lenne, hogyha például megkérdeznék, hogy milyen legyen ez a rámpa például, vagy akár az Alternatíva Egyesület képviselőjel is szó volt erről, vagy hogy nagyon jó, hogy fölfestik a taktilis jeleket, de meddig festik fel azokat, és hogyan, miként segítik mondjuk a tájékozódást. Ebben is történt elmozdulás? Hogy látják, hogy látjátok? Én azt érzem, hogy az esélykör, mint hálózat, célul tűzte ki, az egyik céljaként tűzte ki azt, hogy legyen egy olyan úgynevezett demo park, ahol minden sérült ember számára kialakított
igény megjelenik egy helyen, és akkor azt lehet prezentálni, illetve bemutatni azt a döntéshozóknak, ahol tapasztalhatja azt, hogy mit miért kell úgy kialakítani, ahogy. Ebben nyilvánvaló széleskörű együttműködés is szükséges, tehát ide bele kell majd, hogy hozzuk a környezettervező rehabilitációs mérnökök munkáját is, és természetesen rengeteg sok fogyatékos ügyi szervezetnek kell együttműködni non-stop. És ez segíti az iroda is. Igen, igyekszünk. December 2-án az biztos, hogy ez egy olyan előadás lesz, ami a fogyatékkal élő emberekért szól. Ez egy nyilvános előadás? Tehát például, hogyha a társadalomban élő épp emberek is szeretnének elmenni, akkor nekik is van módjuk erre, illetve támogatnak ezzel valami célt? Sokan elég gyanútlanok, tehát nem is tudják, hogy egy akadálymentesített előadáson vesznek részt. Tehát általában teltházzal mennek az előadások a színházban, úgyhogy a nézők többsége ő nem érintett. Ők a jegyvásárlásra nem támogatnak, mi az önkormányzattól kapunk támogatást, hogy kedvezményes áron tudjuk adni ezeket a jegyeket, de a társadalmi érzékenyítés nyilván előmozdítja ez is, hogy azok a nézők is látnak egy elnyelvi tolmácsot, illetve találkozhatnak a közösségnek olyan tagjaival is, akikkel ritkábban. Ezt pedig elmondhatjuk azt, hogy hídot jelenthet a társadalomban élő épp és fogyatékkal élő emberek között. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen sztereotípiákat is oldhat ez a fajta integrált lehetőség. Tehát az, amikor egy színház közönség soraiban meglátunk 10-15 vakot, vagy éppen siketeket, akiket nehezebben azonosítani, de esetleg ott van néhány kerekes székes is, azáltal meggyőződik az egészséges társadalom arról, hogy hát mi is ugyanazokkal az igényekkel élünk, és nem egy nagy dolog történik itt, csupán az, hogy apró kis módosítások, kiegészítések járulnak hozzá a színpad teljes élményű elsajátítása érdekében, mondjuk, hogy megjelenik a színpad szélén egy jeltolmács, vagy éppen a látássérültek az előadás előtt bejárták azt a fajta teret, ahol maga a történés, a cselekmény zajlik. Köszönöm szépen! Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, Robertnek is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat esti mérleggel. Legközelebb holnap este várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!